2009 óta nincs helyben lakó lelkésze a zombori református gyülekezetnek. A II. Világháború idején került ide lelkésznek a későbbi esperes, nagytiszteletű Békási Zoltán, majd 1991-től fia Békási Andor szolgált haláláig. Azóta havonta egyszer vidéki lelkész tart istentiszteletet. Az elmúlt évek során többször betörtek a templomba és a mellette levő paplakba. A tolvajlás mellett jelentős károkat okoztak, de a rendőrségi bejelentésekre soha nem érkezett válasz, nem derült fény az elkövetők kilétére. Tegnap a megboldogult lelkész Svédországban élő orvos fia, illetve fivére, Békási Albert és 4 szombathelyi, valamint egy helybeli önkéntes igyekezett megmenteni az irattár megmaradt részét. És itt egy szemét konténerba beleraktuk azokat az eldobandó dolgokat, amik nem megőrzendők, ugyanakkor a KIE épületből, ahol beszakadt a tető és beázott, fölhoztuk az irattárat, és megpróbáljuk az enyészettől megmenteni, hogy abban az irattárban milyen értékek vannak visszamenőleg 45 óta, azt nem tudom, de azt azért tudom, hogy édesapám alaposan sorba rakta és iktatta a dolgokat, úgyhogy ott biztos vannak értékek. A zombori református templomban holnap istentiszteletre hívogatja a híveket a harang. Délután 3 órakor dr. Békási Albert szolgál a fogyatkozó gyülekezetben.